Péter Géza az Erőv Vízi Közmű ZRT déli régiójának vezetője, épp a csapvizet kóstoltatja stábunkkal Bátaszéken, bizonyítva ezzel néhány lakos bejelentése ellenére, hogy az ivóvíznek nincs rossz szaga és nem klóros. A település utcáján is megoszlottak a vélemények erről az állítólagos jelenségről. Én nem tapasztalom nálunk. Rácz Zoltánné is tapasztalta a víz minőségének feltételezett romlását. Körülbelül egy olyan 2-3 hónapja vettük észre, hogy ihatatlan a víz, meg mellette buborékos, fehér az állapota, tehát nem tudjuk. Szerintünk valami olyan anyagot kevernek bele a vízbe, ami nem odavaló. Sebestyén József már évekkel ezelőtt egy szűrőrendszert szereltetett fel a lakásába. Annyira ipó szaga volt, klóros szaga, hogy ihatatlannak tűnt többször. Hogy nem szívesen ittam vizet, holott én nekem fél literes korsó van a csap mellett, és én csapvizet iszom. A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek minősül. Mátaszéken évtizedekig a vasas, mangános víz volt a baj, de a 2014-es ivóvíz minőségjavító beruházásnak köszönhetően ezek a problémák megszűntek. Folyamatosan labormérések, mind mikrobiológia, mind kémiai dolgokban ellenőrizzük, sőt, itt helyszínen is ilyen tesztekkel, fotométerrel azért szoktunk ilyen ellenőrző méréseket végezni, tehát azért odafigyel az ember arra, hogy még véletlenszerűen se tudjon mondjuk egy ilyen túlklórozás megtörténjen a településen. Péter Géza elmondta, ugyan kap klórkezelést a víz, de Bátaszéken ez annyira minimális, hogy lehetetlen észrevenni. A problémát más okozhatja. Vannak még régi belső hálózatok, amik még ugye a 70-es években, illetve 80-as években készültek, még az régi horganzott csövek, amiben lehetnek még olyan lerakódások, amik most oldódnak föl, és ezek okozhatnak ilyen íz- és szagromlást. A szakember azt mondja, a szag, illetve ízromlás valószínűleg a régi belső hálózatoknak a problémája, amire egyelőre nem tudnak megoldást találni.